Köszöntöm nézőinket, önök a Hévízi Televízió adását látják szeptember 3-án pénteken. Híradóval kezdünk, tartsanak velünk! Szeptember 1-én a Hévízi I. és Gyula általános iskola diákjainak is becsöngettek. A 2021-22-es tanévet összesen 322 diák kezdi az I.S.-ben, közülük 42-en az első osztályt. A járványhelyzet tekintettel az idei évnyitó is rendhagyó módon zajlott. A 2021-2022-es tanévet megnyitom. Rendhagyó tanévnyitó ünnepséget tartottak a Hévízi I. és Gyula általános iskolában szeptember 1-én. Habár a járványügyi adatok jelenleg kedvezőek, az esetleges romlásra is fel kell készülni annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban tanulhassanak. Az idei tanév is sok izgalommal járt, az előkészítő munka, hiszen a járványhelyzet még fennáll, és vannak olyan intézkedési tervünknek olyan elemei, amiket meg kellett tartanunk, és új szabályokat is kellett hoznunk. De mindent összevetve nagyon optimistán és pozitívan álltunk mindannyian pedagógusok az idei tanévhez, meghatároztuk azokat a kiemelt fejlesztési céljainkat, amiket a tanév során iskolai programokon keresztül fogunk megvalósítani. A diákok érzelmei a tanévkezdéssel kapcsolatban vegyesek. Vártam egy részét az iskolának, hát a tanulás az kevésbé, de leginkább a barátok is hiányoztak már. Igaz, hogy nyáron találkoztunk, de így azért mindennapos. A tanévet kezdő 322 diák ugyanaz iskola épületében tartózkodott a tanévnyitó ünnepély alatt, a felsőbb évesek nem személyesen, hanem az iskola rádión hallgatták a műsort. A 42 elsős kisdiákot és szüleiket az iskola aulájában köszöntötték. Az elsősökben kavarogtak az érzelmek az évnyitó alkalmával, a nevetésnek és a pityergésnek is helye volt. Kicsit félősen, kicsit még visszafogottan, de majd ahogy megbátorodnak, biztosan nagyon-nagyon jól fogják érezni magukat az iskolában. Az ünnepélyen Hévízváros polgármestere, Pap Gábor is jelen volt és köszöntötte a diákokat az új tanévben. Az önkormányzat és a város nevében pedig ajándékkal is készült az elsősöknek. 251 tanulónak kezdődött meg a hagyományos jelenléti oktatás a Hévízi Bibó István gimnáziumban, közülük 61 fő most kezdi az első évfolyamot. Mindenki bízik abban, hogy tantermi oktatással tudják végigvinni a tanévet, megtartva hagyományos programjaikat is. 2021-2022-es tanév megnyitott. Az újra találkozásnak 251 tanuló és tanárai körülhettek szeptember 1-én a Hévízi Bibó István gimnáziumban, ahol a járványügyi intézkedések részeként két turnusban tartották meg a tanévnyitó ünnepséget. Az igazgató elmondta, a tavalyi rendhagyó iskolaév után idén a hagyományos tantermi oktatásban bíznak, hiszen a személyes kontaktus előnyei vitathatatlanok. A tanárok nagy része és a diákok közül is sokan felvették az oltást, ennek ellenére maradtak olyan szabályok, melyeket mindenkinek be kell tartani az intézményben. A diákok, illetve a dolgozók, amikor az iskolába belépnek, akkor továbbra is a kézfertőtlenítés kötelező, illetve a hőmérsékletmérést is meg kell tenniük. Úgy gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag a belépésnél már egy bizonyos szűrő. Észrevehetjük, hogyha esetleg beteg tanuló érkezne az iskolába, akkor őt szülőtájékoztatása mellett természetesen haza tudjuk akkor küldeni, illetve minden teremben ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben is a kézfertőtlenítők ki lesznek téve. Ennél úgy gondoljuk, hogy több védőintézkedést nem teszünk. Az épület karbantartására is figyelmet fordítottak a nyári szünetben, többek között tisztítófestéseket végeztek, és új padok is érkeznek a növekvő diák létszám kiszolgálására. Idén 61 fő 9. évfolyamos tanuló kezdi meg tanulmányait a Bibóban, hagyományos 4 éves vagy 5 éves nyelvi tagozaton. Gólyatábor megtartására idén ugyan nem volt lehetőség, de egy ismerkedő napon részt vehettek az elsősök, akik már várták az első iskolanapot. Azért választottam ezt az iskolát, mert rengeteg jó visszajelzést kaptunk róla, illetve a nyelvi tanulmányaimat is magasabb szinten szeretem volna folytatni. És viszonylag olyan iskolát szerettem volna, ami nem olyan borzasztóan nagy, hanem kicsit kevesebben vannak benne.
de azért mégiscsak egy jelentős gimnáziumról legyen szó. A gimnáziumban idén tervezik az elmúlt tanévben elmaradt hagyományos programok megtartását, hiszen fontos ezek közösségépítő ereje. Személyi változás is történt a tantestületben. Dr. Horváthné Bolla Györgyi tanárnő nyugdíjas éveit töltheti. Az igazgató felhívta a diákok figyelmét arra is, hogy szeptember 6-a a jelentkezési határidő az őszi előrehozott érettségire. A Liget Plex Cinema és a Gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közös rendezvénysorozatot indított Liget Plex Magyar Filmnapok címmel. Ennek kapcsán az Így vagy tökéletes című filmvetítését követően közönségtalálkozón is részt vehettek az érdeklődők, ahol Valsics Péterrel, a filmrendezővel és Csurgó Csabával, a forgatókönyvíróval ismerkedhettek meg a nézők. Liget Plex Magyar Filmnapok címmel indult Gyenesdiás legújabb rendezvénysorozata. A Liget Plex Cinema és a Gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közös projektje a magyar filmeket veszi górcső alá. Elsődleges célja a hazai alkotások népszerűsítése. Az a struktúrája, hogy az adott magyar filmeket lehetőség szerint premier előtt, vagy nagyon a premier környékén, tehát közel a premierhez be tudjuk mutatni Gyenesdiáson ebben a moziban, közönség találkozó keretében. Tehát, hogy ténylegesen találkozhasson a közönség az alkotókkal, adott esetben a főszereplőkkel, rendezővel. Anyám megvette a könyvedet. Csókoltatom édesanyádat. Hogy van? Jól van? Aztán elolvasta. Első alkalommal a Liget Plex Magyar Filmnapok keretében az Így vagy tökéletes című magyar romantikus vígjátékot vetítették, amely augusztus 19-én debütált a nagy közönségnek. A film rendezőjét, a vonyarcvashegyi származású Varsics Pétert a Magyar Mozgókép Fesztiválon a legjobb első filmes rendeződíjjal jutalmazták. Ez már 2 éve forgott, tehát és 3 éve van, hogy elkezdtünk ezzel az egész történettel foglalkozni, tehát onnantól fogva, hogy írtuk a forgatókönyvet a Csurgó Csabával együtt, aki a filmforgatókönyvírója. De így igazából az, hogy milyen nehéz volt, én ugye reklámfilmekkel nőttem föl, sokkal rövidebb műfaj. Igazából én inkább élményként éltem meg, főleg az, hogy végre nem 30 másodpercben, 1 percben kell mesélni, hanem lehet időt hagyni neki, és sokkal-sokkal több rétegében lehet ezt a műfajt kibontani, és foglalkozni vele zenékkel, vágással, és a színészekkel leginkább. A film vetítését követően közönségtalálkozók keretében a nagy érdemű is megismerkedhetett a film rendezőjével és forgatókönyvírójával. A beszélgetés Szabó Zsolt Szilveszter, a Művelődési Ház igazgatója vezényelte, aki a kritikusok pozitív elismeréseiről is kérdezte a filmalkotókat. Nagyon meglepő érzés. Nem nagyon találkoztam mostanában az, hogy ilyen egyöntetően pozitív lett volna egy film fogadtatása, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk az egész stáb. Gyakorlatilag csúlig volt a terem, néhány hely volt csak üresen. A Gyenesdiási mozi legújabb termében teltházas vetítéssel forgott a film. Hasonlóan népes közönség vett részt a beszélgetésen is. Így nem csak a kritikusok, de a nézők körében is népszerű az Így vagy tökéletes című magyar alkotás. Alapjában véve nagyon szeretem a magyar vígjátékokat, és nagyjából hozta a film az elvárásaimat, nagyon jó poénok voltak benne, szórakoztatónak találtam. A Liget Plex Magyar Filmnapok rendezvénysorozata egy hosszabb távú kezdeményezés. Így számos magyar alkotással megismerkedhetnek még az érdeklődők. A vetítésekre a belépés a normál jegyáron lehetséges. A beszélgetésen való részvétel azonban díjtalan. A térség horgászati területeit ellenőrizték 2 napon át a rendőrség és a halőrszolgálat munkatársai. Ez idő alatt a partok mentén fokozottan vizsgálták a horgászati engedély meglétét és annak szabályszerű vezetését. A tapasztalat az, hogy összességében szabálykövetés jellemzi a térség horgásztársadalmát. Jó napot! Tartanánk egy gyors ellenőrzést, elkérnénk a horgászengedélyét. Horgászati és természetvédelmi területek ellenőrzését végzi a rendőrség a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a természetvédelmi őrszolgálat és a halőrszolgálat bevonásával. 2 napon át fokozottan ellenőrizték az Alafolyó, a Kis-Balaton és a Balaton horgászatra alkalmas területeit. Vizsgálták az érvényes engedély meglétét, annak szabályszerű vezetését és a halfogási napló bejegyzéseit is. Megvan az, hogy melyik időszakban melyik halfajtára lehet horgászni, illetve hány bottal, hány készséggel, milyen módszerekkel lehet ezt kollégáim ellenőrizni fogják a mai nap folyamán. Más vonatkozik ugye a felnőttekre, más vonatkozik a gyerekekre.
A gyerekeknél ugye mindenképpen ugye szülői felügyelet mellett történhet meg ugye a horgászás, illetve az, hogy egy nap, hogy hány halat lehet elvinni, ugye az pedig az állami halőrszolgálatnak a munkatársai ellenőrzik le pontosan. Arra is vonatkoznak szabályok, hogy csónakból, illetve vitorlásról milyen formában lehet horgászni. Ezúttal a partmenti horgászatot ellenőrizték, de a vízi rendészet munkatársai is hajtanak végre erre vonatkozó ellenőrzéseket. A tapasztalatok alapján szabálykövetés jellemzi a térség horgásztársadalmát. Az ellenőrzés első napján 3 alkalommal kezdeményezett intézkedést a rendőrség valamely szabály megszegése miatt. Vakcina info. A koronavírus negyedik hulláma Magyarországon elsősorban azokat érinti, és azok számára jelent legfőképpen veszélyt, akik még nem oltották be magukat. A járvány terjedése ellen az oltás az egyetlen hosszú távon hatásos megoldás. Egy hazai felmérés szerint a Magyarországon beoltott emberek kevesebb, mint 1%-a betegszik meg. Ezért az a legfontosabb, hogy mindenki kérje az oltást. Mindenki számára van elegendő vakcina. Kérjük, oltassa be magát, ha eddig még nem tette volna. Az oltás működik. Magyarország működik. A következő percekben rovatainkat láthatják, kollégáim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. Ez Opusz, a nagyra vágyó ló. Ez abban a réges-régi időben történt, amikor még a hatalmas Jupiter uralkodott. Egy szép napon trónusa elé járult a ló, és így szólt. Emberek és állatok ura királya,
akármerre járok elek, mindenütt azt hallom, hogy széles a világon, nincs szebb állat nálam. Belenéztem már egy-két tó tükrébe. Mondhatom, nekem magamnak is az a véleményem, hogy szép vagyok. De úgy gondolom, azért nem ártana, ha még egyet mást változtatná rajtam. Ugyan mit? Mondd csak bátran, és ha lehetséges, megpróbálom a dolgot. A ló olyan beképzelt volt, hogy nem is vette észre Jupiter elnéző mosolyát. Sebesebben bírné futni, ha a lábam valamivel karcsúbb lenne. Ennyi az egész? A ló neki bátorodva folytatta. A nyakammal sem vagyok egészen elégedett. Szó se róla, szebb, mint például a farkasé vagy a juhé, de még mindig nem elég szép az íve, s amellett egy kicsit vastag is, ha olyan hosszú és hajlékony lenne, mint a hattyúé. Folytasd, biztatta Jupiter. Rám férne, hogy valamivel erősebb legyek, még erősebb pedig úgy lehetnék, ha valamivel szélesebb szügyem lenne. Végül, kérdezte mosolyogva az emberek és állatok ura. Végül, mondta a ló, ha már arra rendeltél, hogy az embert hordozzam a hátamon, igazán megkímélhettél volna az örökös nyergeléstől, és rá is teremtetted volna a nyerget a hátamra. Rendben van. Légy egy kis türelemmel. Jupiter felemelte jobbját, felhő gomolyodott fel a királyi trón mögött, aztán előlépett a felhőből egy rút teve. Tessék, ezt akartad? A ló szólni sem bírt rémületében. Látod? Karcsúbb lábakat akartál. Itt van. Szélesebb szigyet akartál. Itt van. Végül azt mondtad, bár teremtettem volna a hátadra a nyerget. Hát az is itt van. Nézd meg jól a mintát, aztán mondd meg, akarod-e, hogy átalakítsalak? Nem, tiltakozott, még mindig remegve a ló. Hát akkor menj, és örülj, hogy olyan vagy, amilyen, és ne akarj más lenni. Hogy egyszer, s mindenkorra leszokjál a nagyra vágyásról, a tevét is meghagyom. Valahányszor ránézel, mindig jusson eszedbe oktalanságod, és sose felejtsd el. Ne más képességeit irigyeljük, hanem a magunkéit pallérozzuk. Szeptember 3-án pénteken este 7 órától az Imre Sándor Szeretett Színház előadásában élvezhetjük a Dzsungelkönyvét a Vonyarcfalshegyi Szabadtéri Színpadnál. A Szeretett Színház egy különleges színház, ahol az épek és a sérültek összefogása a művészi rangra emelkedik. Az előadás megtekintése díjtalan. Szeptember 4-én szombaton szüreti vigasságokra várják az érdeklődőket a Gyenesdiási piacon. A programok 2:30-kor kezdődnek, lesz látványpréselés, szüreti menet lovaskocsikkal, táncosokkal, jelmezekkel, koncertek és borkóstoló is. A rendezvény szüreti bállal zárul. Szeptember 4-én szombaton Hévízváros önkormányzata és a Festetics Művelődési Központ Egregyre invitálja az érdeklődőket. 15 órakor kezdődik az Egregy 800 éves évfordulójának alkalmából rendezett ünnepség. Részt vehetünk Szentmisén, kiállítás megnyitón és érdekes előadásokat is meghallgathatunk. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg 8. alkalommal a Nemzetközi Verkli Fesztivált Keszthelyen. Természetesen a verkli muzsika elengedhetetlen része a fesztiválnak, de emellett lesz játszóház, koncertek és táncelőadás is. Szeptember 29-éig minden szerdán este 8 órától orgona koncerteket élvezhetünk a Hévízi Szentlélek templomban. A 2014-ben indult Majestic Sounds hangversenysorozat megálmodója és művészi vezetője Teleki Miklós orgona művész.
A koncertekre jegyet kapunyítás előtt egy órával 2000 forintos áron lehetséges vásárolni. Tér, zene, zsongás egész augusztusban Hévízen. 11-től egészen 25-ig különböző klasszikus, akusztikus, jazz és autentikus népzene koncertekkel várja városunk az érdeklődőket a Térzene program sorozat keretében. Többek között fellép majd a Babos Piller Jazz Duo, a Hello Kids zenekar és a Full Life Duo is. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezésében ismét elérhetők a vezetett városnézősétek. Jelentkezhetünk például gasztrosétára, amely során különleges finomságokat kóstolhatunk, de bejárhatjuk Hévíz és Keszthely utcáit elektromos kerékpáron is. Az elérhető túrák részleteiről a hevíz.hu oldalon tájékozódhatnak. A Keszthelyi Helikon Kastély Múzeumban kezdetét vette a tematikus nyári napok programsorozat, melynek keretében a hét minden napján különleges élményekkel várják az érdeklődőket. Hétfőnként például az állatoké a főszerep, ekkor a madárpark lakóit is megetethetjük. A programokról részletes tájékoztatást a Kastély Múzeum honlapján találhatnak. A hévízi termelői piac heti három napon, kedden, csütörtökön és szombaton várja a látogatókat. A piacon környékbeli termelők portékáiból vásárolhatunk. Ízletes sajtok, sonkák, friss zöldségek és gyümölcsök tárulnak szemünk elé a piac térre lépve, de akár különleges ajándéktárgyakat is vásárolhatunk. Egy kellemes délutáni séta során érdemes megtekinteni a hévízi muzeális gyűjteményt a Belvárosi Múzeumban. Itt a világon egyedülálló balneológiai és helytörténeti tárlatot tekinthetünk meg, de az Ezt láttam az ablakból, rajz- és fotópályázatra beküldött alkotásokból kiállított tárlatot is megcsodálhatjuk. Az Obori Élmény Park az önarcára is mosolyt csal. A Zalaszabari Vidámparkban számos kül- és beltéri attrakcióval várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Csúszdázhatunk például hófánkon és csónakon is, de Magyarország egyetlen hullámvasútját is itt találjuk. Az elérhető attrakciókról az Élménypark honlapján tájékozódhatnak. A doktor. Vastagbél tükrözés. Köszöntöm Önöket! Folyamatos hasi panaszok esetén a gasztroenterológus leggyakrabban gyomor- vagy végbél tükrözést javasol. Stúdiónk vendége Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, nagyon kellemes témával készültünk a mai napra. Meséljen nekünk a végbél tükrözésről. Oké, vastagbél. Tehát itt a komplet részt egyben nézzük. Uh-huh. Van olyan is, amikor csak az alját, de az alapvetően úgy, hát az egy kevésbé megterhelő valami. A vastagbél tükrözést, azt, hogyha az ember megkapja, mint lehetőséget, akkor, lehetőséget, amivel élhet az életében. Amivel élhet, így van, akkor hát általában a szőr a hátán feláll, és a hideg kezd el futkorászni, mert hogy ez a vizsgálat ez úgy él a köztudatban, mint valami borzasztóság. Még ne is menjünk ebbe bele, miért kaphat bárki erre lehetőséget az élettől, hogy vastagbél tükrözésen vegyen? Mondanám, hogy mert elment a gasztroenterológushoz, és ott előbb-utóbb megkapja ezt a lehetőséget, de hát valószínűleg valami olyan tünete vagy panasza van, ami miatt ez szükséges lesz. Ide is első körben általában a vérzést szoktuk sorolni, hogyha valakinek ez van, azt mindenféleképpen tudni kell, hogy honnan jön. Ez enyhétől a súlyosig bármi lehet tulajdonképpen. Az enyhétől a súlyosig az lehet az, hogy az illetőnek mondjuk egy szimpla aranyere van, ami vérzik. A másik oldalon pedig elhelyezhető mondjuk egy vastagbéltumor, vagy egy gyulladásos bélbetegség, és itt szintén szokott ez egy nagyon jellegzetes hozzáállás lenni, hogyha nem annyira erőteljesek a panaszok, hogy átviszik azt az inger küszöböt, ami miatt az illető úgy gondolja saját magának, hogy érdemes ezt a dolgot megcsinálni, akkor akár hónapokig, évekig szó szerint ül ezen a problémán, és onnantól kezdve késik a diagnózis.
Nagyon sokféle egyéb indikációja tud nyilván lenni, megváltozott székletabitus, nem szűnő, nem magyarázható panaszok, vérszegénység a laborban, olyan a vért találunk rejtetten a székletben, nagyon sok minden miatt lehet egyébként ezt megcsinálni. De hogyha azt mondja a gasztroenterológus, hogy ez szükséges, akkor ezt akkor tegyük komolyan, szükséges, ezt nem tegyük hobbiból komolyan. Szokták nem, ezt javasolni. Nem, általában nem. A jó hír az, hogy lehet azt nyilván altatásban is csinálni, bár én őszintén szóval azt szoktam mondani, hogy ezt jó meg kell gondolni, hogy altatásba kell-e csinálni tulajdonképpen, mivel ez a vizsgálat, ez a beteg részéről nem egy passzív vizsgálat. Tehát vissza kell jelezni, hogy hogy érzi magát közben néha, jeleznie kell tudni azt, hogy ez most nagyon nem jó. Mozogni kell a vizsgálat közben, tehát felszólítják az embert általában arra, hogy forduljon egyik oldalára, forduljon másik oldalára, emelje meg a csípőjét esetleg, stb. Most ezt nyilván altatott állapotban nem nagyon lehet megcsinálni. Vannak olyan állapotok, amikor szoktuk mondani, hogy ezt jó lenne altatásba csinálni, amikor előreláthatólag nehéz vizsgálat lesz, tehát mondjuk össze vannak nagyon csomagolva a belek, vagy tudjuk, hogy sok hasi műtét volt és összenővések voltak, vagy volt már vizsgálata, és tudjuk, hogy valahol nagy megtöretés van a bélrendszeren, akkor altatjuk. Amúgy egyébként egy kis bódításon és izomlazításon kívül én úgy gondolom, hogy túl sok mindent nem kell alkalmazni, ez úgy abszolválható dolog, jelzem, én is abszolváltam ezt az egészet ilyen állapotban. Milyen hosszú szakaszról beszélünk, amit ilyenkor meg tudnak vizsgálni? Az elejétől a végéig gyakorlatilag. Ez teljes bérrendszer? Kompletten, igen. Magának a vizsgálatnak a technikai érdekességét az adja, hogy ez az eszköz az általában azért annyira nem hajlékony, mint amennyire a bérrendszer saját maga az lenne, illetve az eszköz általában nem is annyira hosszú, mint amennyire a bér lenne, tehát a belet megint csak vizsgálató állapotba kell hozni, föl kell fújni az egészet levegővel, mert ez a vastagbél az nevéből adódóan vastag, tehát hogyha nem feszítjük ki szépen a nyálkahártyát, akkor nem fog látszódni semmi, illetve hát vannak benne különféle kiboltosulások, behúzódások, amiket szintén látni kell, és ez csak akkor látható, hogyha hát vulgárisan kifejező kígyólufit csinálunk az illetőnek a vastagbeléből. Viszont így végigvizsgálva a dolgot, egy puffadás az, amit általában a betegek ennek a kapcsán szoktak érezni, amikor a kanyarokat veszi az ember, akkor ez fájhat is természetesen, illetve hát a belet ki kell egyenesíteni ahhoz, hogy ez vizsgálható legyen. Ez általában diszkomfortot szokott szülni, de ezt akár saját tapasztalatból is tudom mondani, hogy azért ez vállalható. Hogyha nem vállalható, akkor megaltatjuk. És a bódítás az mennyire segít mindezt elfogadni, ami történik ilyenkor az emberrel? A bódítás az egy nagyon érdekes dolog, azt tudni kell, hogy ez nem fájdalomcsillapító. Tehát az illető attól még ott van, attól még érzi ezt az egészet. Foszlányokra emlékszik általában. A probléma ott tud lenni esetenként, hogy a foszlányok azok nem mindig felelnek meg a valóságban történtekkel. Tehát időkiesések tudnak lenni, bizonyos elhangzott mondatokat, félmondatokat, szavakat, mivel nincs kontextus, ezért másképp tud értelmezni az, aki bódítva van. Plusz, hát oda még oda ment saját lábán, de haza már biztos, hogy nem megy. Tehát általában ő nem ülhet utána aznap autóban, nem vezethet, tehát valakinek haza kell az illető transportálnia. Megfigyelni szükséges addig, amíg ez a bódultság, ez olyan állapotban nem kerül, hogy ő gyakorlatilag visszanyerte az orientációját, hogyha ez nem történik meg, akkor addig szegény fekszik, és ennek az ideje igazándiból nem mindig számolható. Egy milyen hosszú kezelésről beszélünk, és miért éri meg? Miért nem mondjunk nemet arra, hogyha az orvosunk ezt javasolja? Hát maga a vizsgálat az itt azért egy kicsit nagyobb varianciát mutat, attól függ, hogy az illetőnek milyen hosszú bélrendszere van, és mennyire vannak rajta megtöretések, mennyire nehéz az egész. Itt azért általában negyed órától 25-30 percig bármi megtörténhet, plusz hát a kérdés az, hogy mekkora beavatkozásokra van még szükség, mit kell csinálni ezzel az eszközzel. Tehát lehet, hogy ott menet közben még beavatkozások is lesznek? Hogyne, természetes. Tehát itt általában az szokott lenni, hogy az eszközzel először ellátogatunk a bélnek a távolabbi végében, majd utána, ahogy húzzuk visszafelé az eszközt, úgy vizsgáljuk át tulajdonképpen a belet, mert odafele menet az embernek a kapacitását lefoglalja az, hogy az eszközt végigvezesse a bélrendszeren. Tehát odafele igazándiból csak arra jut a figyelem, hogy jussunk végig. Aztán utána, amikor visszafelé jövünk, az már egy kényelmesebb szituáció, mert húzni az eszközt az könnyebb, és ott szépen látszanak azok az eltérések, amikből akár szövetmintát kell venni, vagy akár egészben el is lehet távolítani, vagy ne egy isten vérzésforrás, amit meg lehet szüntetni. Nagyon sok mindent lehet ezekkel az eszközökkel csinálni. Tehát nem csak diagnosztikára alkalmas, hanem akár a problémát akár is meg terápia tudja is oldani. Lehet, így van. Hát ez egy nagyon ügyes eszköz. Én azt mondom, hogy akinek ezt egyszer felajánlották, az vágjon bele, mert olyan miatt ajánlották fel, ami miatt szükséges. Hát kis kellemetlenség, de aztán megéri, hogyha belevágunk. Mindenképpen megéri. De. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszöntöm nézőinket! Önök a Ma Fejbala sportot láthatják, a Balaton Sport magazinját. Nézzük, mit kínálunk mai adásunkban. Levezető úszó fiesta, 700 rajta a Nivómed Kupa nyárzáró úszó versenyén. 32. extrémen, tékkasztó hőségben teljesítették a távokat a vasemberek. Több mint 2000 a vízben, 39. alkalommal rendezték meg a Lidl Balaton átúszást. Sikeres olimpiai szereplés, a 20 magyar éremből 8-at a honvédosok szereztek. Aktív strand Keszthelyen, augusztus minden szombatján programokat szerveztek. Az országos bajnokság befejeztével levezetőként Marcaliban rendezték meg a Nivómed Kupa nyárzáró úszóversenyét, ahol 11 egyesület 158 versenyzője több mint 700 alkalommal rajtolt el a strand 50-es medencéjében. Augusztus első napján kihasználva a szabadtéri úszómedence nyújtotta lehetőségeket, ismét rajthoz álltak Marcaliban a nyárzáró úszóverseny résztvevői. Ezen verseny az utolsó a nyár folyamán. Eddig a országos bajnokságokon vettek részt a gyerekek, három alkalommal is, illetve a negyedik, ami a serdülő OB, ahol sikerült például 8 számból 6 egyéni csúcsot úszni, amiért mérhetetlenül büszkék vagyunk a gyerekekre. A Nivómed Egyesület mintegy 43 versenyzője nevezett a megmérettetésre. Hát a mai verseny a Nivómed Kupának az idei évadban a második fordulója. Annyit kell tudni, 11 egyesület vesz részt most jelen pillanatban a versenyünkön. Kicsit kevesebb a létszám, mint az elmúlt versenyen. Köszönhető ez annak, hogy most már lementek az OB-k, és nagyon sokan elmentek szabadságra, töltik a nyári szüneteiket. 11 egyesület van jelenleg itt Marcaliban, 158 gyerek nevezett, és több mint 700 nevezésünk van. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt versenyhez képest kb. 200-zal több nevezés van, annak ellenére, hogy kevesebb a csapat. A nyár folyamán több egyéni rekordokat úsztak a Nivómed Egyesület sportolói. A Nivómed Egyesület két versenyzője is átvehette Magyarország kormánya által a Magyarország jó tanuló, jó sportolója kitüntetést. A legbüszkébb az OB-n elért helyezésekre vagyok, a nyár az jól telt, edzőtábor volt, jók voltak az edzések. A hazai versenyen sokkal jobban tudunk úgymond teljesíteni, meg a sokkal jobb a közösség is. Országos bajnokok is részt vettek a marcili megmérettetésen. Sokat készültem az országos bajnokságra, ugye decemberben pótolták, aztán most 2021-ben végre nem akadályozott be a koronavírus, úgyhogy meg tudták tartani rendes időben. Nagyon készültem, mert 200 mellen, hogyha jól sikerül, akkor bejuthattam az Európa bajnokságra. Ez sikerült is. 2.29-et úsztam, amivel már indulhattam. A versenyszezont egy igazán jól szervezett és jó hangulatú versennyel zárták le az egyesületek, így kezdődhet a megérdemelt nyári pihenés a sportolóknak és edzőiknek. 33 év után a legjobb szereplését nyújtotta a Budapesti Honvéd Sport Egyesület. 3 arany, 4 ezüst és 1 bronzérem lett a BHSM mérlege a tokiói olimpián. Tokió hősei újra magyar földön. A 32. nyári olimpiai játékokon 20 érmet, 6 aranyat, 7 ezüstöt és 7 bronzérmet szerző magyar csapatot a bokcsarnokban most már testközelben is köszönthették a magyar szurkolók. Fogadjátok szeretettel a 2020-as tokiói olimpia. A budapesti honvéd birkozó klasszisai is óriási tapsot kaptak, amikor a Tókióban érmet szerző versenyzőtársak közé léphettek fel a színpadra. A Lőrinc testvérek sporttörténeti jelentőségű olimpiai sikereiről mindenki óriási elismeréssel nyilatkozott. Két éremben bíztunk,
meg is jött, és hál' Istennek tényleg nagyon oda tették magukat a fiúk. Ne feledkezzünk el, hogy lett két ötödikünk is, tehát 6 versenyzőből 4 pontszerző, álomszereplés. Mindenki meg volt elégedve, és tényleg a végre az az eredmény született, ami a szőnyegen történt. A budapesti Honvéd fantasztikus birkózó sikere újabb örömteli feladatok elé állítja a szakosztály vezetését is, hiszen a Lőrinc testvérek példaképpé váltak, és egyben óriási inspirációt is tudnak adni a sikerekre éhes fiataloknak. Nagyon sok sztorit tudnánk mesélni, hogy mi mindent kellett ehhez elérni. Hála Istennek odaértek, és reméljük, hogy hát ennél jó példakép, én úgy gondolom, nem kell az utánpótlásnak. Elkezdünk dolgozni az utánpótláson, mert 3 év és itt az olimpia, 2 év múlva kvalifikációs versenyek lesznek. A budapesti Honvédnál nagyon fókuszban van az utánpótlás, hiszen a párizsi és a következő Los Angeles-i csapatunk magjai már megvannak, el vannak vetve, és menedzseljük, amit csak tőlünk tehető, világszintű menedzselést kapnak. A budapesti Honvéd világklasszisai jóleső érzéssel érték át azt a szeretetet, és azt a fantasztikus teljesítményüket elismerő tiszteletet, amit a szurkolóktól kaptak a budapesti olimpiai központban. Itt van végre beérett, hogy mindketten döntött birkoztunk, a Tomi abból aranyérmes lett, én ezüstérmes, és egyelőre tényleg szokni kell ezt az egészet, mert olyan hihetetlen, ma is felkeltem, és tényleg belegondolok, ez tényleg megtörtént, rá kell néznem az éremre, hogy ez valóban megtörtént, úgyhogy nagyon örülünk neki. Fantasztikus, egészen elképesztő ez az egész, ami történik velünk, történt velünk, úgyhogy még mindig kicsit ízlelgetni kell ezt a dolgot, hogy mit is vittünk véghez. Mindenki nagyon kitett magáért, én úgy gondolom, hogy az egész csapat hihetetlen jól szerepelt. Ugye itt azért nagyon sok kérdőjel volt az olimpia előtt, így még nem készült soha senki fel, mint ahogy ez a magyar csapat, meg ahogy a világon az összes csapat, de hál' Istennek hoztuk magunkat, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény az egész csapattól, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. A szakmai relevanciánk az mindig a sportoló, az, aki éppen bebizonyítja, hogy ő a világ legjobbja, vagy egy olyan eredményt ér el, ami tőle a maximális. És hát megpróbáljuk az utánpótlást ennek természetesen fényében bevonni, képezni, hogy legyenek majd új lőrincek, majd más néven, vagy legyenek akár jobbak, akik túl akarják majd őket teljesíteni az ő eredményeségükön. A július 31-i időpont halasztását követően a második lehetséges dátumon, augusztus 7-én rendezte meg a Budapest Sportiroda a 39. Lidl Balaton átúszást. A komoly járványügyi részvételi szabályzások ellenére közel 7000 induló vágott neki a megmérettetésnek. 6200 induló vágott neki a megmérettetésnek, hogy teljesítse az 5,2 kilométeres Révfülöp Balatonboglár közötti távot. Együtt fogunk úszni, várjuk a kalózhajót, hogy elhessünk a Balaton közepén, úgyhogy nagyon várjuk. Tehát akkor ez inkább buli, nem fogjátok az időt nézni, vagy mire számítatok? Hát ez inkább ilyen családi kiruccanás. 10. alkalom, azért mert egy jó kihívás, és még azt, hogy mindig tudja az ember, meg tudja csinálni. A vízhőfok reggel 23,5, 24,8 fok volt, az első úszók 21 fokos reggeli időjárásban indulhattak. Így ez élvezetes beérni, utána meg nyilván kapom itt a gratulációkat. Élvezetes volt közben is, nem gondoltam volna, mert voltak pontok, ahol nagyon-nagyon nem láttam embert, és akkor gondoltam, hogy elején vagyok, de aztán mindig jött egy-egy ember, akit megelőztem, úgyhogy meglepetés volt a végére. Én korán keltem, és ki korán kell, az nyert, úgy látszik, ezért sikerülhetett. Hányadik átúszásod? 11-12, szinte minden évben jövünk, ha tudunk. Nagyon szeretem a Balaton, most már egy hete itt nyaralunk, és ugye a utolsó napon eljöttünk, és meg a Balaton átúszást is megcsináltuk. A Magyar Honvédség évtizedek óta együttműködő partnere az eseménynek, az úszó erőt közel 300 fővel az idei évben is teljesítette az 5,2 kilométeres távot.
Hát kétes olimpiai bajnokként nagyon jó új bajnokcsapattársakat látni, üdvözölni, köszönteni. Mint a budapesti Honvéd ügyvezetője pedig egy csoda. Tehát mondanám azt, hogy az a dolgunk, hogy minél több olimpikon neveljünk, de igazából az onnantól kezdődik, hogy az a dolgunk, hogy mindenkit hozzá tudjunk segíteni ahhoz az álmához, amit éppen ő kitalál, mint sportoló. Hát most egy nagy csapattal, az úszóerőddel jövök, meg nagyon sok katonával, sportszázadosokkal, honvédosokkal, úgyhogy nekem ez egy tökéletes csapat ahhoz, hogy átúszunk együtt. Az idei évben először a távot száppal is lehetett teljesíteni. Eddig 8-szor úsztam át, ez lett volna a 9. átúszásom, be is vagyok nevezve, de tegnap este úgy éreztem, hogy hideg a víz nekem az 5 kilométerhez, és bármikor leúszom az 5 kilométert, csak nekem ezek a körülmények most nem megfelelőek, és úgy döntöttem, hogy biztosabb, ha átevezem. Az elmúlt év sikerén felbuzdulva 2021-ben is megrendezték a féltávú úszást. Balatonboglári indulással és érkezéssel lehetett teljesíteni a 2,6 km hosszúságú eseményt. Itt 500-nál is több résztvevő csopant a vízbe Balatonbogláron. Legfontosabb a biztonság. A vitorlás hajók sorfala alkotta úszófolyósó segítette a biztonságos átkelést. Ugye most már több mint 5000-en a vízben vannak. Bízom benne, hogy a közel 8000-es létszámot el fogjuk érni, és az idei újdonság, a SUP is egy óriási, több mint 400-an voltak, akik előjelentkeztek, és a féltávra is 1000 körül voltak, akik jelentkeztek, tehát abszolút elégedett vagyok, bízom benne, hogy mindenki teljesíteni tudja, bár egy-két faladónk már volt, de az előző évekhez képest szinte elhanyagolható, úgyhogy a vízhőmérséklete az tökéletes, 23-24 fokos, ebben nagyon jól lehet úszni, és mint a példa mutatja, sokan teljesítik is. Patkás Tamás alias Tomi Roki, hazánk egyetlen igazolt nyílt vízi paraúszója 7. alkalommal, 2 óra 47 perces egyéni csúccsal teljesítette a Balaton átúszást. Így viszonyításképp mondom, hogy ugye a 7. átúszásom, tehát az első átúszásnál 4,5 óra volt, amikor az életemért küzdve értem át, és most pedig teljesen tudatosan, erőből és technikával úsztam. Szántó Dávid, a Magyar Úszószövetség kommunikációs vezetője, korábbi sportriporter büszke apukaként a fiával teljesítette a távot. Ekkora korom óta járok én is a Balatonra minden nyáron, és ezt továbbadom nekik is, úgyhogy ők is kiskoruk óta itt vannak, mindig heteket töltünk el itt a Balatonon, és nagyon-nagyon szeretjük. Azért rendesen hullámzott is a víz, meg tehát, hogy nem tudtam, hogy merre úszom, és hát valószínűleg én is így úsztam, de hát azért másabb volt, meg sokkal lassabban is haladtunk. A 2022-es 40. Lidl Balaton átúszással jubilál a rendezvény. Az elmúlt hetekben bizony izzasztó, valódi strandidőt fogtak ki a Balatonhoz látogatók. Az aktív szabadidő eltöltésének jegyében a keszthelyi turisztikai szakemberek augusztus minden szombatján megszervezték az Aktív Strand program sorozatot. Streetball, célbadobó és homokvár építő verseny, strandfoci, száp és pingpong bajnokság. Kimeríthetetlen volt a sportolási paletta hétvégenként Keszthelyen. Az alapötlet a turisztikai szakemberek fejéből pattant ki. Kovács Szabolcs évtizedes tapasztalatait latba vetve dolgozta ki az aktív sportsorozatot. Az Aktív Strand garantált programsorozat lényege tulajdonképpen az, hogy ezeket a fantasztikus lehetőségeinket, amik itt a keszthelyi városi strandon felelhetőek, ezeket megpróbáljuk minőségi tartalmakkal egy ilyen élményláncra felfűzni. Hát olyan értékeink vannak, mint mondjuk a keszthelyi vízipark, ami több mint 1800 négyzetméteren kínál lehetőségeket, és egyébként a Balaton egyik legnagyobb vízi élményparkja, de itt van velünk a kajak kenu pont is, ahol
szápokat, kajakozást és kenut is lehet igénybe venni. És ez mellett még rengeteg strandröplabdapálya, streetball pálya, minigolf és rengeteg olyan aktív lehetőség van, amiket megpróbáltunk egy kicsit összefogni ezekbe a garantált programokba. Keszthelyen a városi strandra délelőtti beszélgetésekre invitálták a nyaralókat. Ma már ugye e-sportokról beszélünk, ma már olyan dolgokról, a kütyüket nyomogatják a gyerekek, és egyébként is népszerű sportágak vannak, mint maga a sportlövészet. És talán ez az esemény, amiben egy ilyen fantasztikus sportlövő hölgyet megismerhetünk, Major Veralice, mennyire őszinte pillanatai voltak, többször könyvbe lábadta a beszélgetésünk közben, hát majdnem félbe kellett szakítani szinte a beszélgetést. Most a másik része viszont, hogy nagyon jó velük beszélni, mert a Verából érződik, hogy minden szó őszinte és kiszakad belőle, míg a Zoli hát egy rendkívül rutinos, rendkívül jó beszélgető partner. Sikeres keszthelyi kötődésű élsportolói élményeket hallhattak az érdeklődők. Nagyon jó érzés volt Tokióban, már úgy maga a légkör is, hiszen egy olimpiai faluban lenni, egy olyan szintű eseményen lenni, ami a világ élvonalába tartozik, és ugye itt nem csak a lövészet van, mint mondjuk egy világbajnokságon, hanem minden sportág, tehát egy teljesen más hangulata volt, egy sokkal felszabadultabb, felemelőbb hangulata volt, mint mondjuk egy más sportlövő versenynek, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy ott lőhettem, és ott szerepelhettem. Jövőre kezdődnek majd a kvalifikációs versenyek és a kvalifikációs sorozatok, úgyhogy erre gőzerővel készülök, és bízom benne, hogy minél előbb megszerzem a kvótát, hogy majd nyugodtan készülhessek Párizsra. A keszthelyi sportlövészt elkísérte az edzője is. Azt gondolom, hogy először is önbizalmat kell adni számára, hogy igen, ő ezt meg tudja csinálni. Ha van önbizalom, és ez rendszeresen meg van erősítve, hiszen különböző versenyeken, hogyha ő jól teljesít, akkor ez egy öngerjesztő folyamat. Innentől fogva csak azt kell nézni, hogy esetleg még mit lehet egy picit segíteni, akár a háttérből. A világ élmezőnyében annyira picik az eltérések, néha a milliméternek a negyed része dönt azon, hogy valaki bajnoki címet szerez, vagy éppenséggel lecsúszik a dobogóról, hogy itt már nem csak a technikának, a pszichének van óriási jelentősége. Délutánonként már nem csak a föveny, de a víz is megtelt a fürdőzőkkel. Rájuk is gondolva számos mozgás lehetőséget kínáltak. Sokan próbálták ki a vízizumbát, de a gyerekek kedvence a nyári hógolyózás volt, amely nem is csoda a 35 fokos melegben. A nemrég elkészült vízre épített 400 négyzetméteres napozós tégely jógaúra. A vízben a különböző strandjátékok mellett kajakozhattak vagy kenuzhattak a mozogni vágyók. A napot minden esetben adrenalin kihívás zárta. A vízi akadálypályán bizonyíthatták ügyességüket a gyerekek és felnőttek egyaránt. Picasso hőségben teljesítették a távokat az elszánt triatlonisták Nagyatádon, a 32. nyílt nemzetközi hosszú távú triatlon bajnokságon. A résztvevők 3800 métert úsztak, majd nyeregbe pattantak, és elindultak a 180 kilométeres kerékpáros pályán, végül a több mint 42 kilométeres maratoni futás végén érkeztek be a célba. Csak a piros! Három hullámban indították a sportolókat az eddigi eredmények alapján. Ők három kört úsztak a tóban, összesen 3,8 kilométert. Közben néhány méterre kijöttek a partra, és ismét áthaladtak a kapun. Már az első szám az úszás végén Badar Gergely érkezett az élen. Így természetesen ő ült elsőként kerékpárra is. Hamarosan befutott a depóba a nagyatádi Kocsis Péter is. Nem sokára a váltók rajtját jelző ágyúszó is eldörrett. Miközben a váltók nekivágtak az úszásnak, az egyéni versenyzők sora elindult a 180 km hosszú kerékpárnyi. Ennek első köre a Csurgó, Iharos Berény, Böhönye, Nagybajom, Ötvös Kónyi, Segesd és Nagyatád útvonalon haladt, majd két rövidebb szakasz következett.
Idén a pandémia ellenére is 450 egyéni versenyző és több mint 200 váltócsapat indult Nagyatádon. Azt üzeni az a több mint 200 váltó, ami közel 700 embert jelent most már Nagyatádon, akik részesei akarnak ennek a pezsgésnek, ennek a gyönyörűségnek, amit úgy hívnak, hogy extrémben Nagyatád. A kerékpározást is Badar Gergely fejezte be elsőként jelentős előnnyel. 5,5 óra alatti versenyidővel vághatott neki a maratoni távnak. Talán nem is gondoltuk, hogy 13 óra előtt itt lehet valaki is a mezőnyből, de nem, hogy itt lehet, hanem már is fut. A szervezők szerint az idei verseny nem pusztán a járványhelyzet miatt különleges. A sportolók egymás között csak azt kérdezik, jössz-e Nagyatádra? Ez az egyszerű kérdés, és mindenki tudja, miről van szó. Nagyon nagy büszkeség számunkra, és pláne ebben az évben, amikor tudjuk, hogy Nagyatád város 50 éves. A valamivel több mint 5 kilométeres futópályát valóban úgy alakították ki a szervezők, hogy az végigvezette a sportolókat és a szurkolókat Nagyatád belvárosán, parkjain és terein. A versenyen végig magabiztosan vezetve, végül 8 óra 23 perces egyéni csúccsal, a tavalyi teljesítményét is felülmúlva, elsőként ért célba Badar Gergely. Próbáltam végig egy azonos tempót futni, és kisebb sikerrel sikerült is, egy pár másodperces differenciá volt a 8 körbe. Tehát egész jól sikerült. A hölgyek mezőnyében meglepetés győzelem született. 11 óra 55 perces eredménnyel a Gödi Halupka Ágnes érkezett célba elsőként. Fantasztikus, nem gondoltam volna. Még reggel, amikor elindultam, akkor sem. Abba sem voltam biztos, hogy beérek. Nemhogy így. Sorra érkeztek a célkapuba a váltócsapatok is, változó létszámmal. Az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a 2021. évi Extrémben Nagyatád hosszú távú triatlon verseny. Köszönöm figyelmüket! Önök a Mapei Balasport magazint láthatták. Következő adásunkig mozgással teli napokat kívánok. Viszontlátásra! A műsort és a sportot támogatta a Mapei.